Én azt gondolom, hogy a sport és a tanulás megfér egymás mellett. A vízilabda sport különben is arról híres, hogy itt értelmiségiek, többnyire értelmiségiek játsszák ezt a játékot, és olyan értelmiségek, akik későbbiekben olimpiai bajnokok is lettek. Én azt gondolom, miután egy szocialista szlogen volt régen, hogy a legfőbb érték az ember, azért azon kéne változni, hogy csak pénzbe ne kerüljön. Tehát legfőbb érték az ember, de mindenképpen arra áldozni is kell. Nem azt mondom, hogy vagyonokat, de azért kis mértékben, uszodaépítésben, sportolási lehetőségben mindenképpen kéne támogatni ezt a programot. Hát én azt hiszem, ebben le vagyunk maradva. Tehát a nyugat-európai modellhez képest le vagyunk maradva, és megfeledkezünk arról, hogy miután az állam sok pénzt belefektet az ifjúságba, hogy tanuljon, hogy képezze magát, sok pénzt ki is akar venni. Ez a nyugat-európai modell. Magyarországon ez nincsen, hanem helyette az van, hogy igazából nem aggódunk, hogy ki mennyi ideig dolgozik, hanem hát éli az életét, és ahogy lesz, úgy lesz. Mindenképpen élni jó, és hogyha az ember szeret élni, akkor azt meg kell tölteni tartalommal. Ha tartalommal meg kell tölteni, akkor én szerintem a csajozás mellett mindenképpen azért a sport is egy olyan elfoglaltság, amit érdemes csinálni. Lehet látni, csak a Merkeli professzort említeném, hogy nagyon sokáig lehet ezt magas szinten űzni.